Sziasztok! Jövök nektek egy hol videóval, őtársammal, Piszével. Olyan cuki, most itt fog maradni. Most videóztam nektek, felvettem a Mob Wife stílusú sminkes videót. Szerintem jó lesz, nézzétek meg, vagyis már láttátok, mert ezt ki is teszem aznap. Volt egy Notinós rendelésem, meg voltam Pepco-ban, Jyskben, meg Rossmannban, DM-ben. Shoppingoltam? Na, mutatom is, Pepco. Vettem egy ilyen tányér alátét szettet, ez 2 darab és zöld. Úgy gondoltam, hogy ez lesz a tavaszi húsvéti terítőm a kis komódomon. Most is egy ilyen tányér alátétem van, csak az az 1 centi vastag krémszínű. Ez 2 darab volt, és 1000 forint volt a 2. Nekem ez nagyon tetszik. Arra, amire kitaláltam, hogy így ilyenek lesznek, sőt, még itt az üvegasztal is el tudom képzelni, nekem ez nagyon tetszik. Mi tányér alátétet nem igen használunk, de terítőként én nagyon szívesen használom, és a Pepco-ban baromi jó áron van. Halkan megjegyzem, hogy a Jyskben is 500 forintért kapsz, de talán nem ilyen jó anyagút, mert ez ugye merev, ezt leteszed, ez nem gyűrődik, szóval ez tök jó. Aztán, amit még a Pepco-ban vettem, az egy nagyon cuki húsvéti nyuszi. Ezt, ahogy megláttam rajta ezt a virág mintát, rögtön beugrott a Dior doboz, amit Adéltól kaptam dekoráció céllal, és nagyon hasonlít hozzá a nyuszinak a mintája, úgyhogy nagyon szép tavaszi dekoráció lesz. A nyakában van akasztva az árcédula szegénynek, nekem nagyon tetszik, kerámia nyuszi, elég nagy is, tehát ilyen ekkora. Nem tudom, mit ír róla. 1800 forint volt ez a nyuszika. Nekem nagyon megtetszett, rögtön, hogy bemegy, nagyon tetszik. Ő lesz az egyik, a központi húsvéti dekoráció. Amit vettem még a nyuszi mellé a Pepco-ba, az 2 darab ilyen műnövény. Hát 400 forint volt darabja. Nem olyan nagy, tehát ezek ilyen 6-10 centis, nem tudom hány centis, de kerámiában van benne, kemény 400 forintot fizettem érte, szóval nem egy ökörára, és szerintem tök szép lesz oda a háttérbe. Ebből vettem 2 a nyuszi mellé. Eredetileg tojást akartam venni mellé, de aztán úgy voltam vele, hogy azt nem tudom mindig használni, és ezek jobban tetszenek. Még a Pepco-ban vettem ilyen mikroszálas törlőkendő szett, ez 3 darabos. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó, mert nagyon vékonynak tűnik, de tök jó áron volt, ilyen 450 forint a 3, van benne egy zöld, egy szürke és egy sárga, a takarításhoz tök jó lesz. Aztán Pepco, amit még vettem magamnak, meg Piszének, ő nagyon szokta lájkolni, ilyen szőrmokos hajgumik, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy meddig fogja bírni, és mennyire lesz, mennyire fogja bírni a hajamat. Közben az egyik tisztítószer elkezdett kifolyni a szatyorban, nagyon jó. 3 ilyen szőrmókos hajgumi, meg még 3 fehér, krémszínű és ilyen púderrózsaszín, úgyhogy ezt a 6-ot vettem. Hát kíváncsi vagyok, remélem jó lesz, mert nagyon tetszenek. Ennyit vettem a Pepco-ba, aztán átmentem a Rossmannba, DM-be, meg a Jyskbe. Először is kezdjük azzal, amit a DM-be vettem. Vettem egy ilyen nagyméretű Domestos-t. Nagyon ráérősen voltam vásárolni, és nagyon jól szét tudtam nézni, és rábukkantam erre az 1.25-ösre. Valami 1200 forint környékén volt, nagyon örülök neki. Legalább tovább tart, ezt leteszem a földre. Szintén DM. Vettem egy Ajax felmosó folyadékot, ennek egész jó illata van. Szeretem ezeket a felmosó folyadékokat, mert nagyon feldobják a lakást felmosás után, meg ugye jobban tisztítja a padlót, bár én Domestos-os vízzel is szeretek felmosni, szóval ez csak ilyen kis luxi. Aztán még, amit a DM-be vettem, megtaláltam a DM-es kárpit fertőtlenítő hatású kárpit tisztító akármicsodát.
fertőtlenítő hatású textil frissítő spray, ezt fogom kipróbálni most itt a kanapéra. Meg amit még vettem a DM-be, szintén a ráérésem eredménye, ezt ki is posztoltam Instára, unikornisos WC tisztító kapszula, vagy nem tudom mi ez, de unikornisos. Nem tudom mióta létezik ilyen, de én miért nem tudtam erről? Értitek? Unikornisos, nekem bármit el lehet adni egy unikornissal. Imádom, nagyon cuki. Megvettem egy Bref WC tisztítót, egy ilyen Spa Moments, Serenity, hát nem tudom milyen virágillatú. Milyen virágillat ez? Frangipáni? Vagy hogy hívják ezt a virágot? Tök mindegy virágillatú. Vettem egy ilyet is a DM-be. Plusz, még jó, hogy a... Hol? A Rossmannban nem vettem meg, mert a DM-be sokkal jobb áron vannak ezek a törlő kendők. Ez is takarításhoz 6 darabos. Sokkal jobb áron van, sokkal olcsóbb, mint a Rossmannos. Úgyhogy örülök, hogy nem vettem meg a Rossmannba. A DM-be még vettem egy borotalkó dezodort, amit beszéltünk veledek, hogy milyen lehet, hogy én kíváncsi vagyok rá. Azt írtátok, hogy púderes, talán túl poros is, de mivel nekem nagyon melegem szokott lenni melóba, úgyhogy kipróbálom, hát ha nem... Nem mondom azt, hogy de izzadok, mint egy ló, tehát olyan melegem szokott lenni, hogy tökéletes dezodortesztelő vagyok. Nem szoktam büdös lenni. Na mindegy, ezt most kipróbálom. Aztán ezt a Rossmannba vettem, és meg azt is arra, szóval vannak itt cuccok, össze-vissza fogom mutogatni, ezt a Rossmannba vettem, és a DM-be 200 forinttal 200 forinttal olcsóbb lett volna, sajnos benéztem, nem baj. Amit még vettem a DM-ben, egy szeletes zsákot, mert erre már szükségünk volt, elfogyott a rengeteg zsák, amit apa hozott tavaly, ilyen lámpa búrákat szereltek fel, a közvilágításos lámpabúrákat, és annak a csomagolását hozta el mindig ilyen nagy zsákokat, és abba gyűjtöttük a szemetet, hát egy évig eltartott, és több mint egy évig. Úgyhogy vettem egy 60 literes szemetes zsákot, ez 30 darab, ilyen 800 forint környékén volt a DM-be. Aztán, ami még DM, vettem egy folyékony szappan után töltőt, ezt a Ceder vaníliásat, egy nagyméretű vattakorongot, és amit még Rossmannban vásároltam, ezt a Sanitol Carpet tisztító, fertőtlenítő, szaktalanító sprét, ezt javasolta az egyikőtök, hogy nagyon jó illata van ennek a Sanitolnak, és ezt megtaláltam a Rossmannban, és azon nyomban megvettem, úgyhogy most ki fogom ma próbálni itt a kanapén. Hát, hogyha Pisa majd engedi, mert neki most nagyon nehéz az élet, igaz kincsem. Verekedett valakivel, és fáj neki a lába. Meg ahogy elnézem, az egész élet fáj neki, úgyhogy most ő ilyen csendes pihenőn van. Amit még a Rossmannba vettem, és ennek utána is kutattam egy kicsit, ennek ezt az argánolajos balzsamot, hát meglátjuk milyen lesz. Az a kis kiszerelésű tasakos és kókuszolajos, az nekem nagyon megtetszett, hogy megvettem az argánolajos nagy verzióját. Hát sajnálatos módon nem nagyon volt választék, göndörhajra való dolgok voltak, meg ez, úgyhogy ezt kipróbálom. Én elég sok balzsamom van már most itt van, úgyhogy leállok vele. Úgyhogy ezeket vettem, DM Rossmann Pepco. Aztán bementem egy ízbe is, és nem sok dolgot vettem, kettő dolgot. Vettem kettő ilyen dekor, hát dekor kötél, ilyen kő, de kötél mintás, kötélcsomó mintás dekoráció. Le volt értékelve 850 forintra, úgyhogy jobban is jártam bele, mint a Pepco-s tojással, mert ezt is oda tudom tenni a nyuszi mellé valahova, viszont ezt később is tudom használni, úgyhogy nagyon megörültem neki. Ez egy matt felületű kötélmintás cumók. Meg vettem kettő darab ilyen ékszertároló, nagyon fancy dobozkát. Ez ilyen aranyszínű, egy kicsit bronzos a tetején az üveg, megmaszatos,
És ez egy ilyen kis ékszertartó, vagy akármit is tarthatsz benne. Nekem nagyon megtetszett. 2000 forint volt darabja, úgyhogy hoztam belőle kettőt, mert baromira megtetszett. Egyrészt dekorációnak is, másrészt, ha a csemetémnek megtetszik, és az egyiket el szeretné vinni, akkor neki fogom adni. Úgyhogy ezek jöttek velem a izgből, és szerintem jól tettem, hogy beugrottam, mert felfedeztem, hogy egy csomó újdonság van a izgben, például porcelánok, egy csomó minden, már régen voltam, úgyhogy ideje volt belátogatni, és ez is annak az eredménye, hogy szétnéztem, mert egyébként nem találtam volna meg. Most így, hogy nyugodtan mentem el vásárolni, céltalanul, csak úgy mentem, így találtam ezeket a cuccokat. És volt egy notinós rendelésem, 4 dolgot rendeltem. Az első, ez a Skin Banoffornak a Centella asziatikás széruma. Ez ki van véve már a dobozból. Ez egy 30 ml-es kiszerelés, ez arc szérum, nyugtatja az arcbőrt, felfrissíti, segíti a sebgyógyulást, a pattanások után maradt hegeket, hámlasztás után nagyon jól hidratálja a bőrt. Most ezt próbáltam ki már az este, és ez 100% szérumot tartalmaz, ezt a Centella asziatikát. Úgyhogy nagyon nagy bizodalmam van hozzá. Kipróbálom aztán, hogyha bejön, akkor majd megveszem a nagy verzióját. Nagyon jó, mert a Notinon lehet kapni ilyen kicsiket, ilyen 3500-3800 forint környékén, és azért 30 milli elég ahhoz, hogy kipróbáld és meglásd, hogy neked az mit tesz a bőröddel. Mindenesetre este tetszett, amit láttam. Aztán megvettem 3 darab Catrice dolgot. 3-at. Az egyik az új kollekcióból, ez a szívecske alakú highlighter. Nagyon tetszett videók alapján, mert ez ilyen pezsgő színű highlighter, és van benne egy tükör is, egész jóféle műanyag van benne, és így néz ki maga a highlighter. Nagyon szép pezsgő színű, finom szemcsés, nem ez a Boomfordi darabos, glitteres, hanem nagyon szép pezsgő színű highlighter. Nekem nagyon tetszik a csomagolása is. Az összes többi cucc nem érdekelt, mert volt még rúzs, meg körömlak, az engem nem érdekel, de ez a highlighter, ez nagyon megtetszett. Úgyhogy megvettem. Aztán megvettem a The Pure Nude palettát a Catrice-től. Én már ezt régóta nézegettem. És az Earth palettája nagyon bejött, nagyon tetszett, gyönyörű sminkeket lehet vele csinálni, gyorsan, szépen eldolgozható és tartós is. Úgyhogy megvettem ezt a palettáját, ami egy nude színeket tartalmazó paletta, és nagyon szép. Arra gondoltam, hogy akár swatcholhatnék is nektek. Nagyon finom, puhák benne a színek, újra is nagyon szépen tapadnak, és már kipróbáltam a palettát, mert a mai sminkemet ezzel készítettem. Ez egy tök jó videó lett egyébként. Nem is gondoltam, hogy ezt fogom hozzá használni, de aztán addig-addig variáltam vele, hogy ez tetszett a legjobban ehhez a dologhoz. Nagyon tetszenek ezek a bronzos színek, amik vannak a palettában. Úgyhogy nekem ez nagyon bejött. És nagyon finom, krémes. Lehet swatcholni is. Én nem is értem, hogy nincs ez még felkapva, ez a paletta, komolyan, tehát én nem értem. Így néz ki a paletta, és nagyon jó színek vannak benne, nekem nagyon tetszik. Egy kicsit hardpenesedik a teteje, de most újra nyúltam bele, és ecsettel viszont utána megbomlódik szépen ez a kis hardpen. Tetszik a paletta, én ajánlom nektek, hogy nézzétek meg, 2300 forint környékén van a Notinon is, meg a Rossmannban is, nagyon jó. A Rossmannban, ha bementek, nézzétek meg, mert szerintem ez mindenhol van, és sima hétköznapi sminkeket is lehet vele csinálni, plusz a mai sminkem is ezzel a palettával készült, egy matt színt használtam, meg egy bronzos fényeset, és belőle a fehér mattot.
szerintem nagyon szép. Plusz, amit még vettem Catrice-t, ezt még nem próbáltam, ez egy Catrice barna szempilla spirál. Amióta Adéllal beszélgettük, hogy ő barna szempilla spirált használ, mert hogy szebb, meg jobb, meg nem bántja a szemét. Azóta mindig ízeltem, hogy ki kéne próbálni barna szempilla spirált, de nem találtam barnát így fizikailag sehol. Aztán Notino jött velem szembe ez a Catrice-es, ami egyébként gyönyörű csomagolást kapott. Egy ilyen CA felirat van a kupakjában is, olyan nagyon minőségi. Ilyen az ecsete, ilyen sima keféje van. Meglátjuk, hogy milyen lesz, még nem próbáltam. Ezeket a termékeket vettem, ezt is ki fogom próbálni, a palettát már próbáltam, úgyhogy ennyi lenne ez a mai haul videó. Szerintem most okosan vásároltam, tehát abszolút nem csábultam el ökörségekre, hát ha a dísztartyakat nem tekintjük annak, nem sok pénzt költöttem, és a háztartási cuccok is közte vannak, szóval, ja, most büszke vagyok magamra, és nagyon jót kirándultam. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, millió puszi nektek, sziasztok!